Feltöltetnek a Pécsi Éj és Gyula általános iskola diákjai csütörtök délelőtt az intézmény melletti területen. A fiatalokhoz csatlakozott a klímapolitikáért felelős államtitkár is. Steiner Attila azt mondta, a 2050-re vállalt karbonsemlegesség eléréséhez növelni kell az erdős területeket hazánkban, hiszen a fák megkötik a széndioxidot a levegőből, így csökkentve az üvegházhatású gáz mennyiségét. Azt vállaltuk a tavalyi évben, hogy 1 millió fát fogunk ültetni évente, ennek érdekében, hogy 27%-ra tudjuk növelni az erdős területeknek az arányát Magyarországon, és hát itt a pandémia ellenére is szerencsére tudtunk előre haladni, úgyhogy 1 100 000 fát sikerült elültetni az elmúlt évben, és ennek a programnak a keretein belül én nagyon örülök neki, hogy a pécsiek is aktívan részt vesznek ebben a elképzelésnek a megvalósításában, és itt most a jövő generációjával, a gyerekekkel együtt tudunk valami konkrétat tenni. A Balaton-Kenesei Zöldkövet Egyesület vezetője azt mondta az eseményen, hogy ők a családoknak, gyerekeknek adnak tanácsokat, hogyan védhetik környezetüket, hiszen ezt egyénileg is meg kell tenni. Kis apró dolgokkal is tudnak tenni a mindennapokban azért, hogy egy szebb, élhetőbb, zöldebb bolygón, zöldebb Magyarországon élhessünk. Ilyen az, hogy például egy intézmény fát ültet a környezetében, vagy hogy szelektíven gyűjti a hulladékot, viszünk magunkkal a bevásárláshoz vászontáskát, komposztálóba gyűjtjük az ételmaradékot, olyan kis apróságok, amikkel tényleg nagyon sokat tehetünk, hiszen ha ezek összeadódnak, akkor nagyon nagy dolgokra leszünk képesek. Az önkormányzati képviselő, az Életfája program elindítója azt mondta, a legtöbb pécsi iskolában van környezettudatos oktatási program. Hogy azért is vagyunk itt, mert a városban elkezdtünk egy zöld iskola programot, aminek eredményeképpen az iskoláink 80%-a ökoiskola. Az egyik itt van mögöttünk. Az ültetés után meg is fogjuk ismerni, államtitkár úr is, hogy az iskolán belül mi mindent tesznek azért, hogy a gyerekeknek a szemlélete változzon, és ezáltal a családoké is, hiszen a gyerekektől sokszor a szülők is megtanulják, hogy hogyan lenne helyes, fenntartható módon élnünk. Az iskola körül ezüstfenyőt, perzsafát, díszcseresznyét ültettek. Összesen 21 csemete került ki az Éj és Gyula általános iskola melletti területre a gyerekek és a Pécsi Városüzemeltetési Cég segítségével.